Szép estét kívánok mindenkinek. Klára, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Spinoza Színház meghívását, pedig hát most igazán nagyon-nagyon elfoglalt vagy Brüsszelben, ezt tudjuk, látjuk, halljuk. És hát ma este nagy izgalommal várjuk Rangos Katival való beszélgetésedet. Előre is köszönöm. Köszönjük szépen a felvezetést, Anna, és elmondom itt szolgálati közleményként, hogy igazából én kb. 13 éve szerettem volna szert tenni Dobrev Klárával egy beszélgetésre, mert már biztosan nem emlékszik rá, hogy irtozatosan régen egyszer voltunk egy tesztvacsorázáson, ki kellett próbálni akkor még nem Michelin csillagos, csak arra gyúró Gerendai Károlynak az éttermét, ami akkor még nem volt megnyitva, és akkor ott 10-12 embert, vagy kb. Ennyit összehívott, és hát szerintem pont akkor már miniszterelnök volt Gyurcsány Ferenc, és feleségi minőségben voltál ott, de valahogy te beszéltél hozzánk a legtöbbet, és te voltál abban az értelemben a legérdekesebb, hogy én beszéltem a legtöbbet. Igen, de azért, mert téged kérdeztünk, tehát, hogy volt ott valami aktuális politikai kérdés, és te válaszoltál rá a lehető legérdekesebben, meg legtöbbet is valóban, mert újra és újra téged kérdezgettük, és én akkor eldöntöttem, hogy megpróbálok valahogy szerteni rád, de igazából nem volt apropója, tehát akkor még valóban Gyurcsány Ferencként, amit nyilván sose használtál a férjed nevét, tehát a miniszterelnök feleségét az ember milyen módon cserkészi be aktuális politikai kérdéseket megbeszélendő. Úgyhogy ez hosszan jegelődött ez az alkalom, és most szárba szökkent, és most sem kezdhetem portrészerűen ezt az egészet, noha akartam volna, hanem miután csináltál egy aktualitást a petícióval az Európai Unió számára, tehát azért normális módon mégiscsak a napi hírekkel kellene kezdenünk, és akkor legyen az, hogy tudsz-e már arról, hogy csatlakoztak-e a frissen elindított petícióthoz, és mondd el azt is, hogy mire vonatkozik a petíció, hát ha létezik olyan a Spinoza nézői között, nem szoktak lenni egyébként, akiknek ezt külön el kéne mondani, de a rend mégiscsak az, hogy mondd meg, hogy mire vonatkozik a petíció. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én meg nagyon örülök neki, hogy ma este így együtt lehetünk, még hogyha virtuálisan is, pedig hát én is sokkal jobban szeretem, hogyha találkozhatunk, kezet foghatunk, megölelhetjük egymást, meg ha látom az arcokat és a visszajelzést, de hát majd ami késik, nem múlik. Nagyon egyszerű oka van most a petíciónak, hát gondolom tényleg mindenki tudja, aki néz minket, hogy Orbán vétóval fenyegeti az európai költségvetést és az újjáépítési alapot, ami hát egészen példanélküli az Európai Unió történetében. És amire mindig hivatkozik, az, hogy ő mögötte a magyar emberek állnak. Őt már háromszor megválasztotta a magyar választópolgárok, kétharmada, ő már nem tudom én hány nemzeti konzultációt indított, és 99%-ban mindig neki van igaza, és mindig őt támogatják az emberek, és ez nagyon fontos, különösen most, amikor muszáj, hogy azt mondjam, bármennyire is fáj, amikor Magyarország reputációja az csökken az Európai Unióban, és nem itt Brüsszelben, nem a bürokraták között, még csak nem is a politikusok között, hanem hogyha az ember elmegy Hollandiába egy kávéházba, vagy elmegy egy szállodába Olaszországba, vagy egyszerűen csak találkozik valakivel Dániában az utcán, vagy Németországban, akkor a Magyarországról ma már mindenkinek az első, ami az eszébe jut. Az vagy a korrupció, vagy az illiberális demokrácia. 15 évvel ezelőtt még Puskás volt az első, amiről mindenkinek az eszébe jutott Magyarországról, és most pedig sajnos nem ez a helyzet, és úgy éreztem én magam is, hogy meg kell mutatnunk Európának, hogy Orbán nem egyenlő Magyarország, hogy itt igenis van egy nagyon erős demokrata közösség, ami nagyon remélem, hogy majd többség lesz 2022 után, aki a háta közepére nem kívánja ezt a politikát. Úgyhogy arról szól ez a petíció, és azért örülnék neki, minél többen aláírtak, nagyon sokan, már több ezeren aláírtak az első pár napban, azt hiszem tényleg sokan vagyunk. Arról szól a petíció, hogy nem az én nevemben. Tehát nem, amit Orbán mond, azzal mi nem értünk egyet, nem támogatjuk a vétót, azt támogatjuk, hogy Magyarország erős tagja legyen az Európai Uniónak.
Megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy Magyarország reputációja csökken, és ezt nyilván kint sokkal inkább tudod érzékelni, mint mi, akik itthon ülünk a karanténban. De igazából mindig azt képzeltem, hogy ahogy zsurnaliszta fordulattal azt szoktuk mondani, hogy Magyarország nem egyenlő Orbánnal, és hogy ezt mindenki tudja. Tehát, hogy ez nyilvánvaló a nyugat számára, hogy ez két különböző dolog, hogy mit mond a mi miniszterelnökünk, és egyébként az országot nem azonosítják ezzel. Én nekem ez az illúzió megvolt mostanáig, ettől el lehet köszönni? Most már azonosítják Magyarországot Orbánnal? Legalábbis kell még egy mondat. Tehát eddig az ember azt mondta, hogy magyar vagyok, akkor úgy az volt, hogy oké, Puskás, voltam Budapesten, ú, de tök jó hely, tényleg egy kicsit egy szabad világ, és azt hiszem, hogy vendégszerető népként azonosítottak be minket. Most, amikor az ember bemutatkozik, hogy magyar vagyok, akkor azt mondja, Orbán, igen, de... Tudja, Magyarországon sem mindenki, és többek között én sem értek egyet Orbán politikájával, hogy kell mellé még az a plusz egy mondat, mint ahogy nem hiszem, hogy az amerikaiakat azonosítanánk Trumppal, de azért az elmúlt pár évben egy amerikaival elkezdtél közéletről beszélni, akkor a második kérdés mégiscsak az volt, hogy hogy lehet, vagy a briteket, a Brexit-et, nem egyedülálló jelenség ez, és azt hiszem, hogy nekünk magyaroknak meg elementáris érdekünk itt Európában, hogy mutassuk már meg, hogy ez nem a mi világunk. Abba gondoljon bele mindenki, hogy önmagában ez a jogállamisági klauzula, amiről most ugye a vita zajlik, pontosabban nincs róla vita, mert döntés van, a parlament döntött, és a tanács többsége is döntött. Erre Magyarország miatt volt szükség. Milyen szörnyen kínos, én legalábbis nagyon kínosan érzem magam amiatt, hogy itt van egy Európai Unió a maga sok évtizedes történelmével, és miattunk, tehát a magyar kormány miatt volt szükség arra, hogy jogszabályba foglaljuk azt, hogy nem lehet lopni, hogy nem lehet csalni, hogy nem lehet antidemokratikusan egy országot vezetni. Lesz itt dolgunk a következő években, hogy helyreállítsuk ezt a reputációt. Miközben ugye befelé az a kommunikáció, az Orbán féle kommunikáció, hogy Brüsszel azt fogadja el jogállaminak, amilyen politika a menekülteket, a migránsokat beengedi. Ezt a menekülteket, ez csak úgy kicsúszott a számon, ez nem az ő terminológiája. Tehát, hogy jogállamiság egyenlő migránsok befogadása. És ezt hallom ilyen napon. Ugye nem kell itt most magyaráznom, hogy milyen irtózatosan ciki. Hát tényleg, most nem tudok jól neveltebben fogalmazni. Amikor ez a magyarázat elhangzik, és hogy a miniszterelnöknek lehet, hogy vannak néha illúzió, hogy amit Kossuth Rádióban reggel 9-kor elmond, az soha többé senki nem hallja meg, csak a magyar választópolgárok, vagy azok közül is csak azok, akik a Fideszre szavaznak, de nem így van. Hát péntek reggel elmondja, vagy 8-kor elmondja a Kossuth Rádióban, és pontosan 9-kor az összes kollégám itt Brüsszelben angol, német és francia nyelven olvassa a szavait. Elképesztően ciki, elképesztően ciki. Én azt hittem, hogy Trump tweetjeinél cikibb dolog nincsen a világon, és sajnos kezdek ott tartani, hogy lassan Orbán interjúi vagy mondatai is elérik ezt a magasságot, vagy mélységet. Az Európai Parlament alelnökeként te képes vagy ellensúlyozni bármit is abból, ami információként kizúdul az orbáni politika lényegéről, vagy a mi illiberális demokráciánkról? Nagyon sokat, de itt muszáj, hogy azt mondjam, hogy nem csak én, hanem a demokratikus ellenzék többi EP képviselője is. Ez egyébként nem szokványos helyzet állt most elő, hogy az európai döntéshozatalban, tehát ez alatt értem a bizottságot, a tanácsot, vagy akár a parlamentet, ma a demokratikus ellenzék EP képviselőinek, legyen az Momentumos, legyen az szocialista, vagy legyünk mi itt a DK-ban, nagyobb a reputációja, nagyobb az irántunk való bizalom és érdeklődés, mint a Fidesz képviselői iránt. Nem múlik el olyan hét, hogy legalább két vagy három biztossal ne beszélnék telefonon. Nem csak jogállamisági kérdésben természetesen, hanem többi folyamatban lévő ügyben, legyen az minimálbér, vagy éppen az európai multiadóval kapcsolatos szabályozás, vagy az egészségügyi unióval kapcsolatos szabályozás, de azt látom, hogy az az érdeklődés, ami felénk irányul, az sokkal nagyobb, mint egyébként a fideszes képviselők felé irányuló érdeklődés. Többet hívnak meg minket konferenciára, megbeszélésre, többször adunk elő, én nagyon sokat az elmúlt hetekben, hónapokban, és szerintem ez fontos is, tehát meg tudjuk mutatni, meg tudjuk jeleníteni Magyarországnak egy másik arcát.
És az Európai Parlamenti alelnöki tisztség az mennyire egy díszelgő tisztség, vagy mennyire egy komolyan vendő ilyen feladatokkal terhelt ügy, és mit ró rá? Tehát azt nehéz elképzelni Magyarországról. Ez én azt tanultam meg, hogy az reprezentáción kívül. Hogy én azt tanultam meg, hogy az emberre minden tisztség annyi feladatot ró, amennyit saját maga el akar végezni. Tehát lehet ezt ilyen kis bóbitaként valakinek a kalapján, vagy díszpinként, vagy lehet komolyan venni. Én nagyon-nagyon komolyan veszem. Ez alapjáraton egyébként egy díszpincség? Nem feltétlenül, de mondjuk, ha valaki nem akar dolgozni, akkor bármilyen pozícióban megteheti, hogy ne dolgozzon. Én már, amikor elosztották, ugye minden alelnöknek van egy felelősségi köre, és amikor ezeket az elnök elosztotta, akkor én már jeleztem, hogy én nagyon szeretnék alapvetően a civil szervezetekkel, társadalmi partnerekkel foglalkozni, és megkaptam az európai intézmények két legnagyobb, ha úgy tetszik, akkor tanácsadó testületét vagy szervét, ez a régiók tanácsa és az Európai Gazdasági és Szociális Tanács, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa minden régiójának képviselőiben ülnek a régiók tanácsába, beleértve a magyarokat is, ez egy hatalmas nagy szervezet, és a gazdasági és szociális tanácsok pedig benne ülnek az európai szakszervezetek, civil szervezetek, nagyon sok egyesület, szociális témában, tehát mindaz, ami a civil szféra Európából. Valamint az európai szakszervezeteket is megkaptam, mint felelősségi terület, és ez a három, ha úgy tetszik, terület, vagy három szervezet, azért felül átöleli a teljes politikai spektrumot, amit itt most az Európai Parlament környékén mozog, úgyhogy ebből adódóan nagyon sok feladatom van, és alelnökként persze sokkal több helyre is hívnak fel, és én meg lelkesen és szorgalmasan elmegyek mindenhova, ahol meghallgatnak, ahol elmondhatom a magamét, ahol meggyőzhetem az embereket, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Te hogy vélekedsz arról belülről, mármint az Európai Parlamenten belülről, hogy az Orbáni politikának az Orbáni politika elmegye a közelébe annak, hogy kiváljunk az Unióból, vagy a pénz még mindig bent tart minket, vagy csak a pénz tart ebben bennünket az Orbáni politika szempontjából nézve ezt a dolgot? Olyan nehéz, amit kérdezel, mert hogyha ezelőtt 4-5 évvel tetted volna vele a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy ugyan, Kati, dehogy, hát ki az az épp kézláb normális politikus Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy egyáltalán életben tudunk maradni az Európai Unió nélkül, mert hogy most is úgy gondolom, hogy nincs élet az Európai Unión kívül Magyarország számára. Tehát ha 4 vagy 5 évvel ezelőtt teszed fel ezt a kérdést, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy tudom, sok minden rosszat feltételezünk Orbánról, de azért ezt már nem. És ma nem tudom ezt jó szívvel kimondani, ezt a mondatot. Olyannyira látom, hogy beszorította magát Orbán egy zsákutcába. Én nem akarok az ő lelkével foglalkozni, és nem vagyok se a pszichológusa, se a barátja, hogy nekem feltétlenül az ő lelki állapotát kellene elemeznem, de azt hiszem, hogy ha választhatna szabadon, hogy benn marad az Európai Unióba, vagy sem, akkor ő is benn maradna, mert pontosan tudja, hogy az összeomlás szélére kerül az ország. Egyrészt azért, hogyha nem jönnek az Európai Uniós támogatások, kettő pedig, ha nincs körülöttünk az a védőernyő egy gazdasági vagy politikai válságban, amit az Unió jelent. De lassan bevickélt egy sarokba, ahonnan nagyon-nagyon nehéz kijönni, presztízsvesztesség nélkül, vagy anélkül, hogy a politikáját feladja. Ha nagyon őszinte akarok lenni, és egy pillanatig nem sajnálom, mert ő maga vitte bele magát ebbe a sorokba, de ha elfogadja az Európai Unió jogállamiságáról szóló feltételrendszerét, vagy adott esetben beléptünk az Európai Ügyészségbe, akkor a saját barátai és családtagjai kerülnek hirtelen veszélybe, és a börtön közelébe, vagy adott esetben feketén-fehéren ki fog derülni, hogy lopnak és csalnak. Ha nem fogadja el, akkor az Európai Unió Magyarország nélkül össze fogja rakni. Van B-terv, tehát mielőtt bárki is az Európai Unióért aggódna, ne aggódjon az Unióért, Magyarországért aggódjunk. Van B-terv arra, hogy mi történik, hogyha megvétózza és mi nem írjuk alá ezeket a megállapodásokat, de hát akkor meg Magyarország fog összeomlani. Itt februártól nem lesz új beruházás. Az összes olyan fejlesztési pénzt, ami rendelkezésre állt az elmúlt 7 évben, azt Orbánék elköltötték, lekötötték.
új pénz nincsen. Pontosan tudjuk, hogy a magyar beruházások jelentős része az Európai Unió forrásokból valósul meg. 2500 milliárdnyi hitelt, 30 évre meg 10 évre, nekem erősen az volt az érzésem, hogy ez már valamilyen biztonsági háló, amit maguk alá feszítettek arra az esetre, hogyha ha tényleg a vétó érvénybe megy, tehát hogyha ha nem kapjuk meg a számunkra nagyjából kiutalható 5400 milliárd körüli, forint körüli segélyt, vagy támogatást, ilyen válságtámogatást, akkor hát legalább ennek az összegnek a fele megvan, és ebből valamihez tudnak kezdeni. Az adottság ellen. De ez persze az én ötletelésem, csak hogy hirtelen... És valószínűleg igazad is van, csak ugye ráadásul a segítségnek a fele az hitel, amiből az ember annyit vesz fel, amennyit akar, a másik fele vissza nem térhetendő támogatás, tehát azért nagyon hitellel ezt nem nagyon lehet kiváltani, és a másik pedig a saját életünkből is tudjuk hitelt, az ember mindig fel tud venni. Csak az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen áron veszük fel a hitelt, és erről különösen Magyarországon az embereket nem kell győzködni, hogy nem mindegy, hogy mekkora az a kamat. Az Unió az nagyjából ilyen nulla közeli kamaton tud felvenni hiteleket. Értelemszerűen Magyarország nem. És persze gondolom én is, és azt hallom vissza egyébként az európai politikusoktól, akik akár a tanácsban, akár a bizottságban vitáztak a magyar kormány képviselőjével, hogy Orbán nagy hangon magyarázza, hogy ugyan neki erre nincsen szüksége, de hát sajnos a számok nem hazudnak. Hát ugyanazokat a számokat, még hogyha meg is próbálják őket kozmetikázni, azért ugyanazokat a számokat látják Brüsszelben, mint amit mi is látunk. Pontosan látjuk, hogy a GDP növekedésünk hány százaléka köszönhető az Európai Uniós forrásoknak. Pontosan látjuk, hogy hogyan viselkednek egyébként például a hitelminősítők egy politikai bizonytalanság esetében, és akkor hogyan fog viselkedni a forint, ami már most sem az erősségéről híres, akkor mi fog történni vele, hogyha tényleg kilépünk. Tehát, hogy felesleges megfutni ezeket a kommunikációs köröket. Lehet, hogy Magyarországon van sok ember, akit be lehet zárni ebbe a kommunikációs buborékba, és el lehet velük hitetni ezt a Soros migráns, Gyurcsány, Brüsszel, nem tudom milyen mantrát. De hát azok, akik a tényleges döntéseket hozzák, hát azokat nem ejtették a fejük lágyára. Na, az utolsó rész már az uniós kérdéskörből, hogy Angela Merkel ilyen konszolidációt ígérő nyugtató mondatokat mondott itt a hétvégén, péntek környékén, amiből arra lehet következtetni optimistán, hogy talán ez nem veszett fejszet, talán ő tudja majd, hogy hogyan konszolidálja ezt a helyzetet Orbánnal, aki majd nyilván nekünk el fogja mondani, hogy hogyan kényszerítette térdre az uniót, de hogy végül is megmarad a pénz is, meg tehát a káposzta is, mert hogy meg nyilván valamilyen módon akkor alá lesz írva a költségvetés is, meg Angela Merkel, akit én egyébként személy szerint egy nagy politikusnak tartok, azért azzal a politikával, amit Orbánnal szemben az elmúlt 10 évben követett, azzal van némi kritikám. Megértem, hogy neki talán ez nem volt ennyire fontos, és fontosabb volt a béke és a csönd és nyugalom, de talán, hogyha 10 évvel, vagy akár 8 évvel, vagy akár 6 évvel ezelőtt kicsit határozottabb hangot üt meg a Német Kereszténydemokrata Párt, vagy akár a Néppárt az Európai Parlamenten belül, akkor lehet, hogy nem fajulnak el idáig a dolgok. Szerintem komoly adósságuk van az európai demokrácia felé. A megoldás kulcsa nem Angela Merkel kezében van. Ezt tudom, hogy kicsit nehéz megérteni itt a bonyolult európai viszonyokkal. A jogállamisági kritériumról az Európai Parlament az megállapodott, elfogadtuk, szavaztunk róla, és több mint kétharmaddal átment. Az Európai Tanácsban is volt már egy szavazás, ott is átment a szükséges többsége, ugye ott nem kell egyhangúság. Innentől kezdve, hogyha változtatni akarnak a szövegen, tartalmilag, most persze egy kis blikfangos engedményt lehet tenni, hogy akkor a rózsaszín jogállamiságnak hívjuk, vagy lila jogállamiságnak, vagy piros-fehér-zöld jogállamiságnak, de tartalmilag ezt a szöveget nem lehet megváltoztatni, mert akkor a demokrácia szabályai szerint vissza kell jönni a parlamenthez, és hát a parlament pedig nagyon erőteljesen, éppen ezen a héten, talán csütörtökön, adta ki egy újabb közleményt mind a négy nagy frakciónak a vezetője, sőt öt frakció, mert ugye még a baloldali szélső, baloldalibbak is,
tehát a néppárt és a liberálisok, a zöldek, a szociáldemokraták, hogy nem vagyunk hajlandóak újra tárgyalni. Tehát nincs olyan forgatókönyv, hogy a parlament ezt újra megnyitja. Úgyhogy azt hiszem, hogy a kártyák csak abban a szempontban vannak Angela Merkel kezében, hogy nyomást kell gyakorolni Orbán Viktornak. De érezve is, hogy azért itt a németeknek fontos szerepe van, különösen, hogy most ők adták a Soros elnökséget, én az elmúlt hónapokban gyakorlatilag olyan július óta én nagyon sokat igyekszem megismerkedni, tárgyalni, beszélni német véleményformálókkal. Legyenek ezek a Német Szakszervezeti Szövetségtől kezdve, német újságírókon át, nagyon sok német fórumon is veszek részt, a Soros elnökséggel is, és a Soros elnökség vezetőivel is nagyon sokat tárgyaltam, és azért volt egy üzenetem számukra. Valamikor majd az egyetemen tanítani fogják. Mondom ezt vérző szívvel, hiszen az egész életemet fejlesztéspolitikával töltöttem. Hogy hogyan lehet a jóindulatú fejlesztéspolitikai célokat, azokat a pénzeket, iszonyatos nagy pénzt úgy felhasználni, hogy végül a hatása az rossz legyen és ellentétes legyen. Hogy az, hogy Orbán fel tudta építeni az illiberális államot Magyarországon, ez többek között az Európai Unió fejlesztéspolitikai támogatásának volt köszönhető. Mert hogyha ezeket a támogatásokat nem kíséri, és nem járnak kéz a kézben, olyan szigorú feltételekkel, demokrácia, korrupció, csalás elleni feltételekkel, akkor bizony ezeket nagyon rossz dologra is lehet használni. És ilyenekről tanultunk, aki közgazdaságtan tanult, az emlékszik rá, hogy az ilyen segélypolitikában, afrikai diktátorok esetében, vagy Dél-Amerikában tanultunk róla, hogy a rosszul megfogalmazott, vagy a rosszul szétosztott segélyek, azok hogyan tudnak kontraproduktívak lenni, és adott esetben egy katonai hunta erejét erősítik, ahelyett, hogy az emberek életét mentenék meg. És ezt most látjuk az Európai Unió fejlesztéspolitikáján is. Szerintem ez a felismerés vezetett oda, hogy nincs visszaút, muszáj lesz jogállamisághoz kötni a támogatásokat, különben a dánok, a hollandok, a németek és a svédek fognak fellázadni teljes joggal. Ezt mennyire lehetett vélelmezni az újonnan csatlakozókról 2004 környékén? Semennyire. Más volt a benyomás rólunk, hát ilyen európai láthatót keltő országként csatlakoztunk, nem? Vagy ez csak az én ilyen visszamenő szépítő illúzió? Hát remélem, hogy engem sem vakított el akkor a rózsaszínköd, és akkor én ráadásul akkor még a közigazgatásban, az államigazgatásban lelkesen részt vettem. És inkább azt láttam, hogy egy ilyen hurrá, hogy itt vagytok, jaj, de jó, hogy itt vagytok, hangulat fogadott minket, minket is, a lengyeleket is, a cseheket is, a szlovákokat is, hogy nekünk meg az volt, hogy de végre oda tartozunk, és megérkeztünk, és oké, nincsen több dolgunk, hogy ellopjam a mondatot, ez a vége van a történelmnek. Liberális demokrácia van, szabadság, több pártrendszer, színes médiavilág, jobboldali, baloldali, liberális sajtó, bárki bármit olvashat, kész, minden rendben van, most már csak okosan és jól kell kormányozni, ennyi a dolgunk. És van, aki egyszer azt mondta nekem, hogy aki a demokráciában elalszik, az, ha nem figyel oda, akkor diktatúrában ébred. És szerintem ez történt velünk, és mindannyiunkkal, és persze mindenkinek megvan a felelőssége, hogy egy pillanatra tényleg elhittük, hogy rendben vagyunk, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik Magyarországon arról, hogy mit jelent a sajtószabadság, a demokrácia, hogy ez miért fontos, az emberi jogok, hogy persze mindig vannak marginális kisebbségek. Azt szoktuk mondani, hogy Hollandiában, Dániában, vagy Németországban is van egy 7-8%-nyi őrült náci. Nálunk is belefér. És nem vettük észre, hogy szépen lassan kihúzzák alólunk az alapvető, szerintem a létezésünkhez alapvetően szükséges pilléreket. És nem vettük észre, hogy tényleg a demokrácia az sajnos egy olyan dolog, amit minden nap meg kell védeni. És most kell visszagondolva, most gondoljon vissza bárki, aki néz minket, hogy ezelőtt 20 évvel gondolta volna, hogy majd arról kell valakivel beszélgetnie, hogy minden ember egyenlő, és egyenlő jogok illetik meg, hogy 20 évvel ezelőtt lehet köztelevízió egyenes adásában rasszista mondatokat mondani? Hogy 20 évvel ezelőtt azt fogja látni, hogy nincs Magyarországon sajtószabadság, hogy
az, aki oknyomozó újságíró, vagy bármi hasonló dolgot művel, azt vagy ellehetetlenítik, vagy hát valahonnan máshonnan kell támogatást kapni, mert az biztos, hogy Magyarországon semmit nem kap. Bírósági függetlenségről kell beszélnünk a 21. század elején. Ezt egyikünk se gondolta volna, úgyhogy mindannyiunknak újra kell gondolni. Ezt a szép futamot csak azzal akasztom meg egy pillanatra, hogy minden az utóbbi 10 évnek a bűne, ami az Európai Unióval való vadulását a viszonynak illeti, vagy ez egy 16 éves viszonyból, az előző 6-ban is volt olyasmi, és itt most csak a fejlesztés politikára. Nyilván a jogállamisággal kapcsolatban sok kritika nem érhette az előző 6 évet. De hogy korrupcióval kapcsolatban, meg fejlesztéseknek a rossz felhasználásával kapcsolatban, amire ugye fütyül az Unió, de befelé azért lehet róla véleményünk, azért illetheti-e általában az elmúlt 16 évet az elrontottság jelzője, vagy ez csak a 10 évre vonatkozik. És nem, egyáltalán nem akarok kikényszeríteni ilyen önmarcangot, hogy mondjuk már rosszat magunkról is, csak kérdezem, hogyha ezt ehhez értesz ez a foglalkozásod, mit gondolsz erről? Nem, abszolút, és szerintem ráadásul abból lehet mindig tanulni, hogyha az ember végig gondolja, hogy mindent jól csinálta akkor. De van egy óriási nagy különbség. Azt szoktam mondani, hogy bármennyire is fáj, Dániában és Svédországban is van korrupció. Ahol államban és emberek vannak, ott van korrupció. Van egy óriási nagy különbség, hogy a svéd állam, a svéd rendőrség, a svéd kormány az mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a korrupció minél kevesebb legyen, aki korrupt, azt titokban csinálja, megpróbál elbújni, tudja, hogy bűncselekmény, tudja, hogy valami baja lesz belőle, és hát, hogy mondjam, korrupnak lenni ciki. És hogyha az embert elkapják, akkor megy a börtönbe. Nem tudom, mennyien figyelik most éppen Sarkozy, volt francia elnök büntetőperét. Erről szól a demokrácia. Magyarországon is volt mindig is korrupció. Egy pillanatig nem állítom, hogy ne lett volna. Sőt, miután a demokratikus kultúránk egy kicsit később fejlődött, biztos, hogy az élet nagyon sok olyan területén is, ahol talán Nyugat-Európában nincs. De ez egy óriási nagy különbség, amikor a Magyar Parlament 2010 előtt megpróbál elfogadni egy olyan üvegzseb törvényt, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy parlamenti képviselők, kormánytagok vagy miniszterek hozzátartozói pályázati pénzeket kapjanak, és ezt a Fidesz nem hajlandó megszavazni. Amit többséggel meg lehetett csinálni, és talán vannak, akik még emlékeznek rá, az a törvény hatályba lépett, hogy kormánytag, családtagja, közeli hozzátartozója nem pályázhat pénzre, sem Európai Uniós pénzre, sem magyar állami pénzre, mert hogy az a szervezetrendszer, ami eldönti ezeknek a pénzeknek a felhasználását, a személyében függ a miniszterektől, vagy kormánytagoktól, vagy államtitkároktól. Tehát nagyon-nagyon más a hozzáállás. És véletlenül sem mondanám azt, hogy 2010 előtt nem volt korrupció, de azt határozottan állítom, hogy 2010 előtt a kormányok megpróbáltak mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne legyen. Hogy volt? Volt. Volt, akit börtönbe zártak? Volt. Na, ennek ellenére azért most azt látom, hogy most, hogy mondjam, állami politika lett. Ugye a Lánci mondta azt, a Corvinus Egyetem rektora, hogy hát ez nem korrupció, ez a Fidesz politikájának a lényege. Tehát ők legitimálják ezt azzal, hogy majd ők megteremtik a magyar keresztényúri középosztályt. Méghozzá úgy, hogy ellopják közben az Európai Unió és a magyar adófizetők pénzét. Minőségi különbség. A kérdésed másik része, hogy jó helyre mentek-e a fejlesztéspolitikai pénzek, az meg egy folyamatos változást és figyelmet igényel. Nagyon érdekes, mert amikor én elkezdtem a magyar állami gazgatásban dolgozni a 90-es évek végén, akkor a legfájdalmasabb az volt, hogy infrastruktúrában lemaradt az ország. Legyen az úthálózat, szennyvíz, elektromos vezeték, csatorna, stb. És tényleg erősen hittünk, és nagyjából ezt az egyetemről is ezt a tudást hoztuk, hogy az állam feladata az infrastruktúra megteremtése, ha tetszik, akkor vas és acél, és utána a piac mindent elvégez saját maga, és akkor már szárnyalunk és fölzárkózunk. Ma már nagyon másképp gondolom. Ma már úgy gondolom, 20 évnyi, majdnem 30 most már, tapasztalattal, hogy az egyik legfontosabb erőforrás a 21. században egy ország versenyképességében azok maguk az emberek.
Ezért, amikor beruházunk, akkor a beruházás az nem vasba és acélba kell elsősorban menjen, hanem emberekbe kell, hogy menjen. Akkor vagyunk versenyképesek, hogyha az emberek versenyképesek. Az emberek meg akkor versenyképesek, ha okosak, ha egészségesek, és hogyha kiegyensúlyozottak. Akkor tudnak termelni, akkor jönnek ide az igazán magas hozzáadott értéket termelő vállalatok, nem csak az összeszerelő üzemek. Akkor keletkezik innováció, akkor van versenyképesség, és annyi példa van a világban, Dániától Finnországig, vagy Észtországig, hogy ez az, ami igazán meg tud dobni egy országot. Ezért ma már a pénzek jelentős részét kifejezetten emberi erőforrásra, vagy emberi infrastruktúrára költeném, oktatásra, egészségügyre, szociális hálóra, megbízható, jól működő szakszervezetekre, és természetesen, ami van lemaradás infrastruktúrában, azt is be kell hozni, de sokkal nagyobb figyelmet fordítanék ma már ezekre a dolgokra. Jó, akkor most lecsúszanunk lágyan az Európai Unióról, mégpedig azzal, hogy az Európai Uniós listáját te vezetted a DK-nak, és igazából ez volt a hivatalos belovagolásod a politikába, és hát nagyon, nagyon nem lehet azzal a blöffel befürödni, hogyha azt mondom, hogy azt a százalékot, amit elért a DK, azt a te lista vezetőséget is hozta létre, meg természetesen a többi remek DK-s, meg a nagyon sok és kitartó munka, de hogy az jelentett valami innovációt a szavazók számára, hogyha te leszel egyszer csak a DK-nak az arca, és mindjárt ki is viszed az arcodat a belpolitikából, a külpolitikába. Ami nem tudom, hogy nem volt kontraproduktív, tehát amekkora sikert értél el, és örömet okoztál, és százalékokat húztál, és 4 EP-s képviselői helyet eredményezett a te listavezetésed, azzal az erővel rögtön meg is nyugtattál mindenkit a politikában, egyáltalán nem a választókat, hanem hogy egyelőre nem rád kell, tehát nem vagy céltábla, mert ott ülsz kint az Európai Parlamentben, onnan is tudsz kellemetlenkedni, meg is teszed nagyon szorgalmasan. Igyekszem. Igen, végig is néztem a Facebookos megjelenéseidet, és gyakorlatilag egy fél napot sem hagysz ki azért, hogy ne mondjál valami erőset és kellemetlen számukra, és azért gondolom a hivatalból olvasók azért elhordják a hírét, akár csak a Facebook oldaladnak is. De hogy a valóságos kérdés az arra vonatkozik, hogy ez most itt egy erősítő edzés számodra, és aztán végül is a választók megnyugtatására befordulsz a célegyenesbe a belpolitikában, vagy állati jól képviseled Magyarországot majd külföldön, és egyébként tehát hogyha én lennék a te életkorodba és helyzetedbe, akkor én valószínűleg azért a legesősebb strasbourgi napot is szórakoztatóbbnak tartanám, mint itt Kövér Lászlóval ami nem állítom, hogy nem az. Az első és legfontosabb, hogy a kampányban is azt mondtam, és most is úgy érzem, hogy ma már az Európai Parlament és az európai politika az nem külpolitika. Tehát gyakorlatilag olyan... Ne fáradjunk ezzel. Nem, ezt most komolyan gondolom, tehát ez nagyjából olyan, mint amikor egy képviselőt megválasztanak Debrecenben, vagy Szolnokon képviselőnek, és eljön Budapest, és onnantól kezdve azt mondanánk, hogy de hát ez már Budapesten politizál, nem otthon. Szerintem ma Magyarországra, a magyar belpolitikára és a magyar jövőre, ha úgy tetszik, tehát az emberek jövőjére legalább akkora hatással van az Európai Unió, mint a magyar kormány. Látjuk ezt éppen per pillanat is, mert tényleg sorsdöntő az, ami most zajlik. Tehát ezt csak azért mondom neked, hogy az, hogy én az Európai Unióban vagy parlamentben politizálok, és most éppen Brüsszelbe ragadtam, ugye a koronavírus miatt kicsit nehéz ide-oda menni, de egyébként összesen 2 napot töltöttem mindig Brüsszelbe, egyébként otthon voltam, az nem azt jelenti, hogy kivonultam a magyar belpolitikából. Tehát én saját magamat magyar belpolitikai szereplőnek tartom elsősorban, és csak másodszorban európai politikai szereplőnek, ami persze kettő inkább erősíti egymást, de ebből a szempontból ez nagyon fontos. És még egy mondatot még hagyd mondjak, ez a DK-s sikere az európai parlamenti választáson. Természetesen is nagyon jól esik, és nagyon szépen köszönöm, hogy biztos, hogy nagyon sokan bíztak abban, hogy én ezt jól fogom itt az európai parlamentet csinálni, de szerintem volt valami, ami, és 22 miatt fontos. Nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy a kampánynak mi legyen az éle.
Mi az a gondolat, mert a kampányban mindig egy valami van, amit nyomni lehet, ami eljut az emberekhez ebben az iszonyatos média turbulenciában és hangzavarban, ami zajlik. És ugye mi is kaptuk azokat az impulzusokat nagyon sokáig, hogy jaj, óvatosan, hiszen a Fidesz itt átalakította a közbeszédet, az ország jelentős része az már biztos jobboldali, ne legyünk túl radikálisak, akkor lehet majd még szavazókat elvenni innen, onnan, amonnan. És nagyon tudatos volt az a döntés a DK elnökségében, hogy nem. Tehát mi hiszünk egy irányban, ez az erősen föderális Európa, és függetlenül attól, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen ösztüzet fog ránk zúdítani a Fidesz, mi Európai Egyesült Államokkal kampányolunk. És azért mondom ezt példának, és szerintem az, hogy az ellenzéki oldalon végül mi kaptuk a legtöbb szavazatot, abban volt egyébként szerepe ennek a bátorságnak. Mert 22-re készülve is hallom azokat a hangokat, hogy jaj, ne legyünk túl baloldaliak, ne legyünk túl liberálisak, ne beszéljünk túl sokat a liberális parlamentás demokráciáról, inkább próbáljuk meg elcsábítani esetleg a Fidesz szavazókat, akár annak árán is, hogy olyan embereket, olyan politikát, olyan elveket építünk bele a saját meggyőződésünkbe, ami kompromisszumnak hat a Fidesz felé. Nem ez a járható út. Nem ez a járható út. Nem igaz, hogy valami szürke szint kell akkor most mindenáron képviselni ellenzéki politikusként Magyarországon. Van egy nagyon határozott értékrendünk, ez egyébként a liberális, parlamentáris demokrácia, nekem személy szerint egy erős szociáldemokrata politikával, és ezt kell képviselnünk, és nem teszünk engedményeket, meg kompromisszumokat, csak azért, mert attól félünk, hogy akkor megsértődik majd ez, vagy az a jobboldali, vagy fideszes, pontosabban fideszes, és nem is akarom használni a jobboldali kifejezést rájuk, mert most itt a parlamentben végképp megtanultam, mit jelent a tisztességes jobboldaliság, és annak nincs közel hozzá, amit a Fidesz csinál. Nem kötünk kompromisszumokat. És ezt javasolnám egyébként mindenki másnak, különben nagyon hamar ott fogjuk megtalálni magunkat, mint a beszélgetésünk elején, amit mondtunk, hogy elalszunk egy kicsit, és nem vesszük észre, hogy melyek azok a legfontosabb értékek, amelyeket igenis meg kell védenünk. Jó, szóval visszatérve az eredeti kérdése, nem úgy érzed, hogy kisporolod magadat a belpolitikából? És egy nagyon kellemes utat választottam, mert ez a de hiszen én ott is belpolitikát csinálok, ez a... Hogy, szóval ez ennél azért van jobb válasz, vagy erőteljesebb. Pedig tényleg így gondolom. Tehát amikor kell, akkor bemegyek a magyar parlamentbe beszédet tartani. Persze. És... Morvai Krisztina is bement, amikor kellett neki. De hát azt nem tudom, mennyire kapott hideget, meleget, de azt az üvöltést, amit a fideszesek ott nyomtak 20 percen keresztül, az nagyon meglepő volt. Ugyanúgy tartok Magyarországon sajtótájékoztatót, és a témák, amiket látod, különösen, hogyha végmentél, hát most ebben az időszakban a Facebook oldalamon, és élőben nem, ezek mind olyan témák, amelyek a magyar politikában fontosak. Tehát én tényleg a magyar politika szereplőjének tartom magam. Az nagyon rosszul esne, hogyha úgy látnád, hogy valahol messze lebegek, és nem szólalok meg, mondjuk itt a járványkezelés kapcsán. Hogyha ez a kép, akkor valamit nagyon rosszul csinálok. Nem ez a kép, hanem ahogy először biztos nem vagyok a szavak embered, de először is azt nyomattam, és most is azt kérdezem, hogy azok, akik téged fölrepítettek, téged, akik boldogan építették a DK-nak a szavazatokat az EP választásokon, csak azért, mert éppen akkor adott esetben az európai parlamenti képviselőket választottuk. De igazából a fejükben az lebegett, hogy Dobrev Klárát akarják. De hogy igazán, ha megkérdezted volna ezeket a választókat, de valószínűleg te is végig gondoltad ezt meg, ők téged így nagyjából a politikába emeltek be, az egy melléktényező, hogy az európai, hát adott esetben éppen az a választás volt. Hát Istenem. De hogy valószínűleg mindenkinek, aki komolyan elkötelezett DK-barát, az van a fejében, hogy téged egyszer a belpolitikában szeretne viszont látni. És erre vonatkozik a kérdésem, nem feltétlenül arra, hogy szeretnél-e miniszterelnök jelölt lenni, mert biztos nyilván ezt is elvárják tőlem, hogy megkérdezzem, úgyhogy akár most eshetünk is túl rajta. De ennek nem látom sok jelentőségét, hogy erre igent vagy nemet mondasz most, mert ennek szerintem nem most van itt az ideje, de az, hogy a belpolitika fejé szándékozol-e valaha élesebben fordulni, ez a kérdés az nyitva van. És én, mint európai nyugdíjas, imádnám, hogyha európai minimál nyugdíjat kavarnál ki nekem, mert nekem
ez az érdekem. De igazából lehet, hogy az országnak, amelyikben lakom, az az érdeke, és így nekem is, hogy normális vezetői legyenek. És akkor meg azt hiszem, hogy európai parlamenti alelnök lenni rohadt szép megbízás, de azért mi volna, hogyha, és kedved is, és energiád is van hozzá, meg agyad is, hogyha inkább itt söpörgetnél a mi közvetlen környezetünkbe. Van-e erre vonatkozó szándékod egyszer majd? Ezt már nagyon sokszor elmondtam, és akkor mindenki érteni fogja, hogy miért is léptem én elő, ha úgy tetszik, hiszen eddig is majdnem egész életem a politika árnyékában éltem, tehát mindig közel voltam a politikához, de soha nem vállaltam politikai megmérettetést, soha nem indultam választáson. És az egyik oka az éppen az volt 2018-ban, hogy a választások után másnap reggel, amikor azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy úgy ébredtem, hogy itt a világ vége. Nagyon nem ezt éreztük a levegőben, nagyon nem azt vártuk a parlamenti választások után. És láttam magam körül, ahogy barátaim, ismerőseim veszítik el a kedvüket, a motivációjukat, és hogy itt már nem érdemes semmit csinálni. És én a választások után másnap reggel tényleg úgy keltem fel, ezt már párszor elmondtam, hogy na most akkor ide nekem az oroszlánt. Tehát bármit. Tehát úgy ébredtem föl reggel, hogy akkor most vagy soha, és most el kell kezdeni, és meg kell nézni, és valamit csinálni kell. És miután akkor még nem voltam nagyon az előtérben, ezért ezt nem nagyon követhették, de én gyakorlatilag a választások után a legnagyobb letargiában és rossz kedvűségben elkezdtem az országot járni. És jártam fórumokra, mindenhol az országban, kis faluban, városban, nagyvárosban, felrázni az embereket, lelket önteni belék, ami hát nem a legkellemesebb időszak volt 2018-ban a Fidesz újabb kétharmada után, csak úgy éreztem, hogy muszáj valamit csinálni. És ez az egyik oka annak, nem, ez az oka annak, hogy én előrébb léptem a politika színpadán, mert úgy éreztem, hogy most aztán mindenkinek oda kell tennie magát, hogy 22-ben kormányváltás legyen. Tehát, hogyha a motivációimat kérdezed, akkor mindenkit meg tudok nyugtatni, vagy ijeszteni, vagy nem tudom, mit kell ilyenkor mondani, hogy mindenféleképpen az le meg a szemem előtt, hogy 2022-ben ebben az országban kormányváltás lesz, és végre egy normális országban tudjunk élni, akinek normális kapcsolatai vannak Európával, a világ többi részével. Szerintem, amit most csinálok Európában és a hazai politikában, az nagyon sokat segít a 22-es kormányváltásban. És megint nem akarnám a saját szerepemet, azért fogalmazok úgy, hogy egyébként a demokratikus ellenzék EP képviselőinek komoly szerepe van abban, hogy ilyen távol el tudtunk jutni, mondjuk a jogállamisági kritériumokban, a Fidesz megítélésében Európában, és ez szerintem nekünk a belpolitikában is nagyon sokat segít azoknak, akik demokraták és Európa barát erők. Úgyhogy megnyugtatású, vagy ijeszgetésű, vagy nem tudom hogyan, engem elsősorban az mozgat, hogy 22-ben itt kormányváltás legyen. Részt veszel az előválasztásban adott esetben? Megint azt mondom, amit az előbb már magadnak megválaszoltad a kérdést, hogy tényleg nem itt van az ideje, hogy ezt a kérdést feltegyük. Jó, akkor nem rúgózok ezen tovább, mert annyira fölöslegesen hajszolom el a perceket. Akkor inkább mondd azt, légy szíves, hogy amióta itt full kontaktban politizálsz, azóta ezt használ a házasságodnak, vagy át? Én nagyon szeretek Gyurcsány Ferenc felesége lenni, akkor is, amikor nem fogottakban politizáltam, meg akkor is, amikor most. Mi egyébként mindig is egy ilyen nagyon sokat beszélő, sokat politizáló házaspár voltunk, ez nem változott most se. Akkor sem, amikor ő volt miniszterelnök, akkor sem, amikor én voltam listavezető, úgyhogy ebből a szempontból nincsen különbség az intenzitását tekintve. Ő támogatja teljes testben azt, hogy ő nagyon. Tehát, hogy ezt olyan, hogy helyette táncolsz el valamilyen kült? Ezt ugye nagyon kívülállók nem nagyon látták, de mondjuk akik hozzánk közel vannak, vagy akik ismernek már minket régóta, azok pontosan tudják, mert nem rejtette a fel és soha béka alá. Ő már nagyon régóta kapacitál engem, hogy én aktívan politizáljak. Nagyon-nagyon régóta. És mindig én voltam az, aki úgy éreztem, hogy nem, most nem itt van az ideje, most nem tudnék, most ez jobb, most az jobb, és
Meg volt is bennem egyébként bizonytalanság, hogy a magyar politikában, a magyar közéletben egy volt miniszterelnök felesége az egyáltalán mennyire tud saját jogon politikai szereplővé válni. Ő már hosszú évek óta, hol gyengébben, hol elég határozottan és nyomulósan kapacitált, úgyhogy annak, hogy elvállaltam, annak az is, ez is az egyik oka, és nem bántam meg. Látszik, hogy nem bántad meg. Szerintem élveznéd te azt is, hogyha nem az EP alelnöke lennél. De hát mindegy, mert majd eljön. Mindent élveznék, ami 22-ben kormányváltáshoz vezet. És miközben tele vagyok én is frusztrációval, mert egyáltalán nem hinném, hogy bármelyikünket, akik most itt nézik ezt a műsort, kevésbé zavar az, ami működik. Hát most legutóbb, nem is tudom, az alkotmánymódosítástól kezdve az angol nyelvű óvodák ellehetetlenítések, könyörgöm egy járvány idején. Tényleg, amikor az ember azt hiszi, hogy már nincsen lejjebb. De van bennem egy mélységesen erős hit is. És valószínűleg ez az, ami segít is abban, hogy az ember újra és újra reggel fölkeljen és nekiálljon küzdeni, hogy ez most 22-ben tényleg sikerülhet. Hogy most először megtaláltuk annak a megoldását az ellenzéki összefogással, a közös jelöltekkel, közös miniszterelnök jelöltek, közös listával, és látszik is már a legutóbbi közvéleménykutatási eredményeken, hogy az egységes ellenzék az már egy pár százalékkal meg tudja előzni a Fideszt. Ettől még a Fidesz bármit csinálhat a következő másfél évben. Nem állítom, hogy fáklyás menet lesz, sőt, azt állítom, hogy minél erősebbek vagyunk, annál durvább lesz ez a küzdelem, de iszonyatosan erős hit és erő van bennem, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Akkor egy kis barátságtalankodás ide befér. Na. Mit szólsz ahhoz, hogy ez a bizonyos Bíró László, aki Borsodban aztán szerintem hála Istennek elbukta a választást, ez, hogyha véletlenül megnyerte volna, akkor ez nem gondolod, hogy úgy égett volna rá az ellenzékre, hogy ezt nem lehetett volna semmilyen súrolószerrel levakarni? Tehát egy nettó, én nem szeretek fasisztázni, meg nácizni, de hogy olyan kifejezéseket használó ember, akinek a közéletben egy másodpercig nem lehetne nyilvánosságba, ez az ember, főpolgármesteri támogatással, pártelnöki, ellenzéki pártelnöki támogatással neki kampányolva hajszál híján lemaradta a fideszes jelölt alatt. És hiába próbálkozott a sajtónak igen jelentékeny része protestálni és megpróbálni rábírni az ellenzéki erőket arra, hogy nézzenek már körül. Tehát kérjék meg, mert tudjuk, hogy ezek bonyolult dolgok, nem mindenki tudja, de hogy hogyan egyeznek meg a pártok egymás között, hogy melyik kapja meg ott a jelölés lehetőséget, hogy van-e annak éppen ott jó embere, akit ismernek. Tehát, hogy ezek bonyolult egyeztetések, ezt el lehet képzelni a kívülállóknak is. De az, hogy nem lehet bizonyos cezúrát húzni, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogyha nincs jobb jelöltetek, kedves Jobbik, akkor nem ti jelöltök, hanem a nem tudom kicsoda, a másik párt, a DK. Nézd, Kati, a választójogi törvény gonoszsága és aljassága éppen abban rejlik, hogy olyan csapdába hozta az ellenzéket, aminek nagyon nehéz úgy megfelelni, hogy valamelyik ujjadat ne harabd le. És a világ egyik legklasszabb dolga lenne, ha úgy tudnánk politikát csinálni Magyarországon, hogy lelkesen demokraták vitatkozunk egymással olyan alapvető dolgokról, amiről a politikai verseny szól. De nem ez a helyzet. Bele vagyunk kényszerítve, és most az újabb módos törvénymódosítás után még jobban bele vagyunk abba kényszerítve, hogy vagy megkötjük a koalíciót a választások előtt, vagy a Fidesz fog még 4 évig kormányozni. Ez a helyzet, és ez a kiinduló helyzet. És persze lehet azt mondani, hogy megkötjük a koalíciót, de vele nem. Csak mindenki tudja, aki úgy gondolja, hogy erkölcsi magasságból ezt a mondatot ki lehet mondani, hogy ennek a mondat egyenlő, Fidesz még 4 évig kormányoz. Nyugodtan mondhatom, hogy egyáltalán nem vagyok attól boldog, hogy nekünk mondjuk például a Jobbikkal együtt kell majd működnünk, vagy együttműködünk. Szerintem a jobbikos politikusok egy része se túl boldogató, hogy velem együtt kell működnie. Ebben szinte biztos vagyok. És valószínűleg a többi párban is vannak egy páran, akik nem örülnek egymásnak. De erre rákényszerít minket a Fidesz, és ha nem vagyunk annyira tudatosak politikailag, hogy ezt a tényt elfogadjuk, akkor el fogunk bukni. És itt jön az egyébként nagyon jogos kérdés, hogy jó, akkor hol a határ?
És szerintem az a politika, amit most a pártelnökök megfogalmaztak, hiszen most már harmadszorra vagy negyedszerre ültek le közösen tárgyalni, nem véletlen most a törvénymódosítások sora. A Fidesz is megéreztenek a veszélyét, hogy ez a bukásának az egyik előszele. És azt mondták, hogy oké, akkor most viszont húzunk egy cezúrát, ha úgy tetszik. Emberi jogok, demokrácia, kisebbségi jogok védelme, stb. Stb. Aki ezt hajlandó elvállalni, aki aláírja ezt a közös nyilatkozatot, azt beengedjük ebbe a csapatba. Hogy volt a múltban vállalhatatlan mondatod, mert aztán a jobbikosoknak volt jó pár vállalhatatlan mondata. És elfogadjuk, és azt, ha úgy tetszik, akkor azt a jó indulatú feltételezéssel élünk, hogy amikor bocsánatot kértél a mondataid miatt, akkor azt őszintén gondoltad, és aláírod ezt a papírt, akkor jöhetsz velünk, hogy a jövőben ilyet ne mondjál. Ha nem írod alá a papírt, ha nem kérsz bocsánatot a mondataid miatt, akkor ott van neked a Mi Hazánk, hát a Fidesz csinált neked egy másik pártot, úgyhogy abban nyugodtan megtalálhatod a saját helyedet. Ezt szerintem ezt a vonalat ezt meg kell húzni, hogy oké, lehet velünk jönni, de akkor mostantól kezdve tessék aláírni az, minden, az emberi jogokra, kisebbségi jogokra, demokráciára vonatkozó minimumértékeket. És akkor viszont hajlandóak vagyunk ezt a jó indulatú feltételezéssel élni, hogy a bocsánatkérésed őszinte volt. Ha nem tesszük, akkor lehet, hogy boldog elefántcsontornyunkban, boldog liberális demokrata értelmiségünként a tükörben azt mondjuk, hogy én nem bocsátok meg soha senkinek, csak akkor ezzel azt a politikai felelősséget is a vállunkra vesszük, hogy 4 év múlva a Fidesz kormányoz. Szerintem ez egy olyan kompromisszum, amit egy demokrata is megköthet. Ez nagyszerűen hangzik, én azt szeretném tudni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy amikor valaki képviselőjelölti avanzsál, akkor létezhet-e olyan szűrő, ami nem a világ legbonyolultabb dolga, hogy a pártok létrehoznak olyan, mondjuk Facebookot ellenőrző bizottságot, egy munkacsoportocskát, amelyik elvégzi azt a munkát, hogy megnézi az illetőnek a kijelentéseit, a lájkjait, a nem tudom én micsodáit. Tehát, hogy egy olyan szűrőn kellene átereszteni, nem többet, mint 199 embert. Azért ez nem a világ teteje munkában. Ezt szerintem végre lehet hajtani. Hogy nézzünk már utána annak, hogy tök szép dolog elméletileg azt mondani, hogy aki mostantól kezdve a demokratikus alapelvekkel egyetért, az intézményileg rendben van. Mint ahogy a Jobbik is, vona óta intézményi szempontból akár rendben is lehetne, hiszen én hosszasan beszélgettem vele is itt a Spinozában, és nagyon nehéz volt találni kifogásolhatót abban, amit ő mondott, szemben azokkal az apróságokkal, amiket megéltem újságíróként az ő pályafutása alatt. És én azt gondolom, hogy ha már a Fidesz ebbe kényszerítette bele az ellenzéket, hogy vagy együtt, vagy sehogy lehet váltópártá válni, egy nagy konglomerátum már, amiben mindenféle érdekes pártok vannak, hogy akkor meg lehetne ezt a munkát, el lehetne ezt a munkát végezni, nem megspórolni, mert én ezt az egészet azért hozom föl, hogy te nem vagy látszólag a munkákat elspóroló alkat. Én azt gondolom, hogyha odafigyelt volna 5 percig is bárki arra, hogy ki a Jobbiknak a jelöltje, akkor időben és feltűnésmentesen lehetett volna kiiktatni telefonok által, hogy hello, nem kéne. Judapestezik, olvastam a Facebookán, mások is el fogják olvasni, adjatok egy másik embert. Biztos van olyan, akinek ilyen nincse a Facebook oldalán. Vagy ha minden jobbikosén van egy Judapest nyom, akkor lehet, hogy tényleg nem kell a Jobbikkal összeállni. De hát reménykedjünk abban, hogy biztos tudnak kiállítani egy csokornyi embert, akinél nem lehet megtalálni ezeket a nyomokat. Én csak azt akarom... Reménykedjünk benne mi is. Ha nem reménykedjünk, akkor valóban nem kell összeállni velük. Igen. Csak azt kérdezem, hogy te egy rakkolós ember vagy, egy dolgozós ember vagy. Hát én szerintem, hogyha valaki pártot épít, akkor ezeket a minimum feltételeket, ezeknek eleget kéne tenni, nem? Te abszolút igazad van, és azért hozom föl ismételten a pártelnöki találkozókat, mert ugye ilyen típusú pártok közötti együttműködés, egymás figyelése, ha úgy tetszik, vagy ilyen típusú munkacsoportok eddig nem voltak. Ezek most kezdtek el felépülni. Például, ugye nagyon sokan hiányolnák azt, hogy legyen az ellenzéknek egy közös programja.
elkezdték a közös programot összerakni, hogy jövő év elején egyébként egy közös program, inkább tavasz végén egy közös programmal elő lehessen állni. Például elkezdték az előválasztásoknak a menetét egyeztetni, azoknak a listáját, akik egyébként indulni fognak, hogy már ne csak azt, akit kiválasztunk, hanem akik az előválasztáson indulnak, hogyha több lesz ez, mint 200 ember, akik előválasztáson indulnak, azokat is végigvegyük, és megnézzük, és felkészítsük, most függetlenül, hogy ki melyik párt színeiben indul. Ez a sziszifuszi munka, ez most kezdődik. Eddig igazán komoly ellenzéki kooperáció nem volt, pontosabban egy volt, de ott is csak a kampányban ez az önkormányzati választás, és az sikeres volt. Tehát ott nagy pofont mértünk a Fideszre. Ez is az, ami lehetővé teszi, hogy most viszont már egységes kampányszervezettel kell menni, egységes kampányjal, egységes kampányüzenetekkel. A következő egy év az arról fog szólni, hogy ezt aprólékosan és részleteiben menően felépítsük. Egyébként mennyire tartott hasznos taktikának azt, te is elfuttattál most egy mondatot, de még valamikor fél órával korábban, vagy háromnegyed órával korábban, ami arra utalt, hogy a fideszesek azok azért nem akarják a választásokat elveszíteni egyebek mellett, mert egyébként szerelmesek is a hatalomba, de igazából a fenyegetettség miatt, hogy akkor aztán lesz nem ulas, mert elszámoltatás keletkezik, mert hiszen ők mind a börtönt veszélyeztetik. Ez szerinted egy jó taktika? Te most ezt nem vitted egészen végig, mert csak egy fél mondat erejéig használtad, de hogy ezeket én egyre többször hallom, és nem vagyok benne biztos, hogy ennek van értelme, mert én azt gondolom, hogy szükségtelenül vadítja az ellenfelet. Tehát, hogyha ők állandóan azzal számolnak, hogy fel lesznek koncolva, hogyha elvesztik a választásokat, akkor csak még görcsösebben ragaszkodnak a hatalomhoz, ami egyébként sincs szándékukban oda dobni. Én itt húznék egy nagyon erős választóvonalat. Az egyik, hogy aki bűncselekményt követett el, az csak féljen nyugodtan. Ez az, amire azt mondtam Európai Egyesült Államokról beszélve, akkor nem kell megpróbálni gesztusokat tenni. Aki bebizonyosodik, hogy pénzt lopott, annak börtönben van a helye. Függetlenül attól, hogy ettől most rossz kedve lesz, vagy nem lesz rossz kedve, vagy még jobban kapaszkodik a hatalomba. Ráadásul nem akarom azt mondani, hogy könnyebb helyzetben vagyunk, de ugye nagyon sok lopás és csalás az dokumentálva van. Annak ott vannak a bizonyítékai, annak ott vannak a papírjai, a dokumentumai az Olafnál. Az, hogy a Polt Péter nem indított emiatt büntető eljárást, az egy kis probléma, de hát a következő kormánynak nem kell szinte más csinálni, mint az Olaftól megkapni a dossziékat, és azokon végigmenni, és ott vannak. Tehát el se lehet tüntetni a nyomokat, arra akarok ezzel utalni, és itt ne próbáljunk meg alkút kötni, vagy megpróbálni valamilyen módon kiegyezni. Aki bűncselekményt követett el, annak börtönben van a helye, és nagyon fontos, de nem politika által motivált, hanem az igazságszolgáltatás által motivált módon. Ott a politikusnak nincs helye. Én nem vagyok hiba annak, hogy ilyen politikai elszámoltatási biztosokat nevezzünk ki, vagy hogyan hívták őket, leszámolásügyi, vagy elszámolásügyi, vagy nem tudom én milyen. Jelenleg úgy hívták. Nem tudom, hogyan hívták őket. Nem, ez nem a politikának a dolga, ez egy igen tisztességes és felkészült legfőbb ügyész dolga. Az új kormánynak az első dolga az kell, hogy legyen, hogy belépjen az Európai Ügyészség szervezetébe, hogy legyen egy külső egyébként, és tényleg nagy tekintélyű szervezet, ami szintén tudja felügyelni a dolgokat, és szabad bíróságok dolga. És itt ne próbáljuk meg senkinek mellevelet adni, vagy valamilyen könnyebbséget adni. És válasszuk külön azokat, akik mondjuk az államigazgatásban és a közigazgatásban az elmúlt években, hát hogyan fogalmazzak udvariasan, hoztak megkérdőjelezhető döntéseket. Na, ez most egy nagyon udvarias megfogalmazás volt. Nem loptak, nem csaltak, csak egyszerűen beálltak a sorba, vagy gyávák voltak, vagy tételezzük, hogy még hittek is, de ezt már kevésbé hiszem, vagy mert hogy kellett a munkahely, és kellett a jövedelem. Ott, hogy őszinte legyek, ma már egy kicsit megengedőbb vagyok, mint voltam egy pár évvel ezelőtt. De azért vannak ilyen, hogy mondjak egy olyan embernek a nevét, akit szerintem sokan ismernek itt, Gottfried Péter.
csak éppen most láttam, hogy most a külügyminisztériumból elment a jegybankba, hogy a Gottfried Péterre én mindig egy kicsit ilyen kvázi tanárként tekintettem, kollégák voltunk a külügyminisztériumban, én a fejlesztési hivatalban, és tényleg az elmúlt évtizedeket, főleg az európai integrációs politikánkat végigkövette. És ez az ember végig asszisztálta Orbán unió ellenes politikáját. És azon gondolkodtam valamelyiknek, hogy szeretnék én bármikor még vele együtt dolgozni. Azok után, amilyen politikát itt az elmúlt években támogatott, mondjuk most már elment a külügyből, mondom, elment a jegybankba. És rájöttem, hogy azt hiszem nem. Azt hiszem nem. Hogy igenis, itt történt egy-két olyan erkölcstelen, és azt hiszem, hogy mélyen cinikus döntés, akár a külpolitikánkban, akár a szociálpolitikánkban, akár a színházak függetlenségében, az egyetemek függetlenségben, amelyek ilyen alapvető értékeinket veszélyeztették és tették tönkre. És itt most nem lopás, nem történt bűncselekmény, csak egyszerűen egy olyan politikai kurzus, ami összeegyeztethetetlen azzal, amit gondolunk a világról. És én nagyon szeretném, hogyha nem lehetne egyik percről a másikra újra köpönyeget forgatni. És ez nem jelenti azt, hogy sok ezer kis ember, aki ott dolgozik egyébként, és megszakad a közigazgatásban, hát ne lenne jövője. Persze, hogy van. De azért gondoljuk már végig, hogy milyen világot szeretnénk itt építeni 22 után. Akkor most egy éles váltással belecsavarodunk a portréban, mert túl sok időt nem hagytál, de mindegy. Amikor én végignézegettem, hogy mivel foglalkoztál életedben, hogyha most kivédjük, vagy félretesszük a fejlesztéspolitikát, volt egy szakasza, amikor a saját vállalatotokat, vagy a saját vállalkozásotokat vezetted, vagy építetted föl. Az nem mennyire volt jelentős része a te életednek? Azt untad, nem szeretted? Csak úgy hozta a sors, hogy át kellett venni Gyurcsány Ferenctől, mert őnek éppen fontos miniszterelnök kölni valója volt? Ó, egyáltalán nem. Amikor a Feri miniszterelnök volt, akkor egyikünk sem foglalkozott a cégügyeivel, akkor az egy vagyonkezelő foglalkozott vele, és nem, egyetlen egy dolog volt nagyon szigorú, állami pénzt, európai pénzt a mi tulajdonunkban lévő cégek nem kaphatnak, de akkor ez egy vagyonkezelő foglalkozott vele, nem ez. Akkor kezdődött, amikor a Feri lemondott a miniszterelnökségről, és nem mentem messze a Schuster, nem ment messze a kaptafájától, mert az Altusz tanácsadó részlegét építettem újra. Igen, 2009 volt, hogyha most már. Igen, 2009, és az Altusz tanácsadó részlegét építettem újra, ugye anno egy viszonylag nagy tanácsadói cégként működött, aztán amikor a Feri elkezdett politizálni, akkor teljesen eltűnt a tanácsadó, le is ment nullára, és minden tanácsadó el is ment a cégtől, tehát nem is vállalt ilyen típusú munkákat, és ezt kezdtem újraépíteni. De hát értelemszerűen én máshoz értek, mint a Feri. Schuster maradjon a kaptafánál, én a fejlesztéspolitikához értek. Az nagyon gyorsan kiderült, hogy 2010 után a Fidesz kormány az köszöni szépen, de nem kér az én bármennyire is okosnak tartottam magamat tanácsaimból. Sőt, ahol lehet keresztbe tett. Úgyhogy nagyon adta magát, hogy jó pár kollégámmal együtt, akit 2010-ben egyébként kirúgtak az állami igazgatásból, olyan embereknek köze nem volt a politikához, és már az elmúlt 20 évben, 30 évben csak szakértőként dolgoztak, akkor elkezdtünk fejlesztéspolitikával foglalkozni az Európai Unióban, illetve a csatlakozni kívánó országokban uniós fejlesztéspolitikával, úgyhogy gyakorlatilag ugyanazt csináltam, csak más pozícióban, tanácsadóként, és nagyon élveztem. Nagyon élveztem, mert nagyon, nagyon más mentalitás. Na, jó volt átülni a másik székbe. Egész életemben az államigazgatásban dolgoztam előtte, és mindig én voltam az, akinek az ajtaj előtt ott várakoztak az okosabbnál okosabb tanácsadók, hogy valami okosat mondjanak, és akkor én mondom, na még egy okos tanácsadó mit akar mondani. És most hirtelen ennyiben én lettem az a tanácsadó, akinek el kellett magyarázni, hogy tényleg, amit mondok, az okos és jó dolog, és nagyon komoly alázatra tanít, amikor az ember átul a másiknak a székébe, és ezért nagyon hálás is vagyok a sorsnak. De hát nagyon gyorsan lehetett látni, hogy a Fidesz minden zavarja, amit csinálok. Tehát azt mondtam, hogy a Timbuktuba elmentem volna fodrásznak, valószínűleg az is zavarta volna őket. Elképesztő erővel mozdultak meg ellenünk. Tényleg döbbenetes volt. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar tulajdonú, magyar tanácsadó cégként olyan
pályázatokat és tendereket nyertünk nagy konzorciumban, a legnagyobb európai tanácsadók konzorciumait is vezettük, vagy tagok voltunk benne, amire mások nem voltak előtte képesek, ez többek között annak köszönhető, hogy nagyon jó embereket sikerült összegyűjteni magam köré, és amit ott az Orbánék elkezdtek, hogy egészen köpni nyerni nem tudtam. Tehát amikor a miniszterelnök az első hivatalos látogatása van az új lengyel miniszterelnökkel, és a látogatás egyik napi rendig mondja, hogy de maguk ne dolgozzanak az altusszal, mert most nyert maguknál egy tendert. Mondjuk a miniszterelnök elmegy Brüsszelbe, és azt mondja a bizottság elnökének, hogy na, de ezzel a Dobrevel ne dolgozzanak, mert hát azért az mégiscsak, ez egy kommunista. És hát ez is már annyira kínos volt, úgyhogy bizonyos értelemben próbáltam akkor ebben az időszakban kicsit messzebb kerülni a politikától, de nem sikerült. Úgyhogy Fidesznek köszönhetően kénytelen voltam ismét a belpolitikában szerepelni. Oké, de te mennyire vetted magad komolyan üzletasszonyként? Tehát én nagyon. Tél, akkor most hallom, hogy élvezted, hogy átültél a másik székre, trallala, de az egész olyan, mintha élvezted, hogy abba is belenyalsz egy kicsit, aztán úgyis tovább fogsz állni. Egyáltalán nem, sőt, én nem is gondoltam volna, hogy tovább megyek. Én nagyon komolyan azt éreztem, hogy szeretem csinálni, mert a tartalom az ugyanaz, amihez értek, fejlesztéspolitika, ezt csináltam az állami közgatásban, most ezt csinálom egy másik székből, de ugyanaz, szerintem értek hozzá. Nagyon komoly sikereink is vannak, és hát irtózatos felelőssége van az embernek vállalatvezetőként, már közvetlen felelőssége azokkal az emberekért, akiknek ő ad munkát. Úgyhogy egyáltalán nem így éltem meg, és most a támadásokról is úgy beszélek, hogy tralala, tralala, de hát azért hát ott komoly erők mozdultak, meg ott nagyon erősen be kellett az embernek dobnia magát, hiszen tudják, milyen a bürokrácia, hogy hát kicsit problémások ezeken, mindig csak a baj van, ez véletlenül kapnak valamilyen, elnyernek valamilyen tendert, akkor utána kap egy, vagy jön egy sajtótájékoztató a magyar miniszterelnöktől, ezért kellett csak a macerában. Nagyon-nagyon komoly ellenszébe kellett fölépíteni ezt a céget, és ezért nagyon büszke vagyok rá. És úgy is gondoltam egyébként, hogy ez egy ilyen jó növekedési lehetőség a jövőben. Aztán jött 2018 áprilisa, az az ominózus reggel, amikor rájöttem, hogy hát én itt most még megmenthetem Grúziát, és fantasztikus ötleteim vannak, hogy hogyan kell az ukrán közigazgatást átalakítani, és a decentralizált működési rendszert bevinni, és a lengyelekről is sok jó gondolatom van, hogy hogyan lehet az uniós pénzt jobban elkölteni, de hát ha Magyarországgal nem kezdünk valamit, akkor jövőm nincsen, és a gyerekeimnek se. Úgyhogy ez az, ami igazából véget vetett annak, hogy én nagyon belevessem magam, és még tovább építsem ezt a tanácsadó céget, amit egyébként élveztem. És így aztán minden üzleti vállalkozásotoknak vége? És igen. Politizáltok mind a ketten életre? Igen. Igen. És most olvastam, hogy a gyereketek az Anna elment az Iványihoz dolgozni, és ezzel okot adott arra, hogy mindjárt beleakassza a fogát. Ez egészen elképesztő, mert azóta kiderült, hogy az Iványi cégénél, az Oltalom Karitatív Egyesületnél való marketinges tevékenység az a bulik bulia. Tehát, hogy ha valamit nem voltam volna eddig, akkor ez az. Hogy igen, nagyon büszke vagyok. Egyébként Anna rendesen szociális munkásnak ment oda az egyetem után. Úgyhogy rendesen járta a kerületet, a hajléktalan ellátásban kezdte, és járta éjszaka is, nappal is, télen-nyáron a kerületet, és onnan szépen lassan jöttek rá, hogy huha, hát annál nagyon sok minden feladatot lehet még bízni, úgyhogy ma már nagyon sok mindent csinál a főiskola dolgainak a szervezésétől kezdve egészen az országos hálózat építésén, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Igen, azt hiszem, hogy az ember végignéz a gyerekein, akkor úgy kicsit megnyugszik. Kérdezik tőlem, hogy mennyire más gyereket nevelni, mármint kisgyereket nevelni így már lassan 50 felé közeledve, mint 20 évesen. És mondtam, hogy a legfontosabb az, hogy megnyugodtam. Úgyhogy ránézek a gyerekeimre, és azt mondom, hogy na jó, ezt nagyon nem szúrtuk el, akkor nincs nagy baj. Úgyhogy messze nem vagyok annyira stresszes. És hát tényleg, hogyha Annára nézek, vagy egyetlen gyerekeimre nézek, akkor azt hiszem, ezt tényleg nem szúrtuk el, és ez jó érzés. Ez nagyszerű dolog, de vajon
hogy mondjam, az nem érdekel, hogy, vagy az nem fáj jobban, mint hogyha téged piszkálnának a nagyapáddal, hogy még az Annáról szóló híradásnak a végére, azt hiszem a Mandinerben olvastam, de nem vagyok benne biztos, hogy hol, még arra is odaírják, hogy apró Antal Dédum. Hát, hogyha valami, persze ezen, én ezen tudok nevetni, de, mert hogy nem az én unokám vagy gyerekem, de nem vagyok benne biztos, hogy nem ugrana össze a gyomrom, és nem kapnék elő egy jégcsákányt, hogy valakinek a fejébe állítsam, aki ilyet leír. Hogy te ezt jól, és kaszaksz. Igen, most már igen, és tényleg muszáj azt mondanom, hogy van jó pár barátom, aki azt mondja, hogy egyszerűen nem vagyunk normálisak a Ferivel, hogy ezt ennyire jól bírjuk, és hogy ez nem egy normális reakció, de kell egy nagy adag humorérzéke ez a mai magyar politikához. De azért ez egy fejlődés is, hogy mondjak el egy példát, akkor pont az Annával, hogy épp kamasz volt már az Anna, de 17 éves körül lehetett, már nem emlékszem mikor, amikor megjelent valamilyen új közösségi platform, ugye már annyi van, azt hiszem úgy hívták, hogy Ask FM, ami azt jelentette, hogy ha regisztrálsz, akkor bárki névtelenül adhatott neked kérdéseket, és akkor te megválaszoltál rá. És mondta az Anna, hogy ő szeretne erre regisztrálni. Mire én hasonlóan abból a meggondolásban, amit te is mondtál, csípőben mondta, hogy szó nem lehet róla. Gyurcsány annaként egy ilyen platform, szó nem lehet róla. De hát kicsit határozott és nagyszájú gyerekeim vannak, fogalmam sincs, hogy miért. De mondta azon, hogy de, ő szeretne, és hogy ezzel nincsen semmi gond. És hát ebből lett egy nagy családi vita. Természetesen a Feri meg én is összevitatkoztunk, én voltam az aggódó anya, a Feri megmondta, nyugi, megoldja, akarja csinálni, csinálja. Hát annyit beszélgetünk otthon egyébként a politikai támadásokról, és ebben nőttek föl. Na a lényeg az, hogy végül természetesen az történt, amit az Anna akar, és regisztrált az ASZKFM-re, és abban maradtunk, hogy csak megmutatja nekünk, hogy milyen kérdések vannak, és nagyon durva kérdéseket kapott, de tényleg, szóval ismerjük ezt a Facebook trolloknak, ugye ez volt az előképe, hogy ott arc nélkül bármit lehet kérdezni. És akkor föltettek neki ilyen kérdés, hogy úristen, te szerencsétlen, milyen szörnyű lehet, hogy hazamész, és egy Gyurcsány ül veled szemben a vacsora asztalnál? Mire Anna válasza, jaj, ne is mondd, és képzeld el, nem egy, öt, mondta az Anna. És tele volt ilyen válaszokkal, hihetetlen magabiztossággal és önbizalommal, és akkor megnyugodtam, hogy nincs ilyen típusú problémájuk, miközben azt hiszem, hogy biztos, hogy nem könnyű nekik. Tehát ebben nőttek föl, ez biztos, hogy más, mint hogyha valaki felnőttként keveredik ebbe bele. Ebben nőttek föl, abban nőttek föl, hogy vannak, akik szeretnek minket, és vannak, akik nem szeretnek, és vannak, akik ezt csúnyán mondják, és vannak, akik ezt szépen mondják, de azt hiszem, hogy megtanulták helyén kezelni, és talán a legfontosabb dolog, amit próbáltam nekik mutatni, hogy ezzel iszonyatos felelősség jár, hogy bármennyire is szeretném, hogy szabad és nyugodt életük legyen, nekik mindig olyan életük volt, ami egy picit többet kellett teljesíteniük, mint a többieknek, és mindig egy picit kevesebbet volt szabad rosszalkodniuk, mint a többieknek. Sose jutott eszükbe, hogy külföldön tanuljanak, ott maradjanak, tehát, hogy egy mint ami egy átlag szülőnek, aki egyébként megteheti, most abszolút eszébe jut, hogy tehát miért ne inkább szocializálódjon egy kicsit valahol másutt, ahol nem kell másodpercenként bele érnie valami olyanban, ami külön magyarázatot igényel, amihez alkalmazkodni kell. Ilyen bejáratott demokráciák. Nektek pénzetik is volt ehhez, megtehetétek. És tanultak ők külföldön, és sajnos nincs is még teljesen, vagy nem is tűnt el teljesen annak a veszély, hogy végül külföldön maradjanak. Tanultak is ők külföldön, és összetört a szívem, de nem mutattam nekik egyetlen egyszer sem. Szerintem ezt a feelinget, ezt minden szülő érzi, amikor abszolút én voltam a lelkes, hogy persze menjél, tanulják, én tökre örülök neki, nagyon jó egyetem. És közben azért én ezt nagyon nehezen viseltem el, de ezt most már az ő döntésüknek hagyom meg. Most mind a ketten ebben az évben otthon vannak. Hogy mit hoz a jövő év, azt már nem tudom megmondani. Minek drukkolsz? Az eszemben, vagy a szívemmel? Hát az eszeddel. Hát az eszemben.
az eszemben persze annak, hogy valamilyen nyugodt. Tudod, ebben az egész európai politizálásban is, ha valami egészen megfog, vagy elkeserít, vagy lelkesít, vagy erővel tölt el, vagy elkeserít, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam, az, hogy mennyire másképp is lehetne élni az életünket. Hogy mennyire másképp is lehet politizálni. Hogy én nap mint nap ülök le a politikai ellenfeleimmel itt Brüsszelben. Legyenek azok konzervatívok, vagy a liberálisok. És beszélünk dolgokról. És irtózatosan nagyokat vitatkozunk, de tényleg. És mindezt egy olyan hangulatban, vagy olyan műfajban, ami pontosan tudom a másikról, hogy ő is jót akar, csak más gondol a világról, mint én, ebben, ebben, meg ebben. És pontosan tudom, hogy ezt a tiszteletet én is megkapom tőle. Ez nekem egy teljesen új élmény. Nekem ilyen élményem a magyar belpolitikából soha nem volt. Vagy talán volt egyébként, talán a 90-es években még volt. A 90-es évek környékén talán még volt egy rövid ideig. És hogy mennyire az lenne a feladatunk, hogy ezt visszaépítsük, hogy nem lehet normális országot építeni akkor, hogyha az embereknek nincsenek egymással beszélő viszonyban. Nincs. Ha megszüntettük a vitatkozást, kultúráját. Ugye mindig azt mondták, hogy 2010 előtt, hogy jaj, ez az SZDSZ, meg a szocik, ezek mindig csak vitatkoznak, meg veszekednek, azt nem tudnak kormányozni. És most pontosan látjuk, hogy a kormányzás lényege, az a vita. A kormányzás lényege, hogy döntéseket úgy hozok, hogy a döntések előtt megvitatom. Ezzel, azzal, meg amazzal, mert nincsen egy igazság. Rendben van, de egyszer jutni kell valamire, és nem ez lehet szemben másra jutni, mint amire kedden, és csütörtökön egy megint másra, úgyhogy már követni se tudja magát az ember. És nem akarok itt nagyon visszakritizálni az elmúlt 10 évben, azóta már megtanultam, hogy nekem is lett egy értékrendem, hogy mi tetszik egy kormányzásba, és mi nem, de hogy az akkoriban rendkívül idegesítő volt, és valószínűleg te testközelből érted ezt a dolgot meg, és mentséged is van rá, nem csak a szeretet, hanem te jobban értetted az okokat is, hogy miért volt szerdán más, mint kedden, és hogy erre miért tromfolt rá a csütörtök egy harmadik fajta döntése, de hogy volt a kormányzásnak egy csomó olyan napja, amikor arra lehetett következtetni, hogy már maga se tudja követni magát a miniszterelnök. Akkor beszéljük végig, mert döntések esetében nem. Tehát döntések esetében, amikor, tehát az, amit mondasz kormányzásnak, az kísértetésen hasonlít, mint ami most itt van az elmúlt 2 hónapban. Hogy egyszer így döntök, egyszer úgy döntök, aztán ezt mondom, aztán azt mondom, aztán megint más döntés születik, vagy ami most történik. Érdekes módon éppen a diktatúra az, ami össze-vissza döntéseket próbálja saját magát behozni, vagy néha korrigálni, amikor rossz döntéseket hoz. 2015 nagyon sok olyan vitára emlékszem, hogy ez ezt mondta, utána ez azt mondta, és ennek ez a véleménye, és akkor hétfőn erről beszéltünk, kedden arról beszéltünk, mert ez más-más vélemény volt. De olyanra, hogy megszületnek döntések, és ezek a döntések, ha csak nem történik valami dráma, lásd, 2008-9-es válság, akkor valami teljesen más irányba indulunk meg, és akkor másnap egy másik törvénymódosítással kijavítjuk, aztán a végén alkotmányban még akkor visszarakjuk ezt így, meg úgy, meg amúgy. Ilyen emlékem nincs. Olyan van, hogy ez egy egyébként vitatkozó, beszélgető kormányzás volt. És szerintem, ha valamire szükségünk lenne, akkor egy ilyen vitatkozó, beszélgető, de azért kicsit unalmas kormányzásra. Tehát Angela Merkelről beszéltünk az elején, és azt mondtam, hogy én őt egy jó politikusnak tartom. Angela Merkel egy nagyon-nagyon sokat beszélgető és vitatkozó politikus. Nyilvánosan megosztja a dilemmáit, hogy így is, meg úgy is, tehát mert meglátjuk. De alapvetően egyébként egy unalmas politikus. Tehát, hogy mármint olyan értelemben, és most ezt jó értelemben értem az unalmasságot, hogy nem hallunk tőle valamilyen óriási nagy, és akkor most nekiindítunk, és háborút, és megnyerjük, és nem tudom, mit csinálunk, és felszabadulunk, és előre megyünk, hanem teszi krakkolósan a dolgát napról napra. És szerintem ez a kormányzásnak a lényege. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez a fajta kormányzási stílus visszajönne Magyarországra, de csak akkor ott tud visszajönni, hogy az emberek többsége érzi ennek az értékét. Hogy igen, vitatkozó, beszélgető kormányzásra van szükség. Nem olyanra, aki megmondja mindig a tudit. Szerinted egyébként az emberek érzik ennek a hiányát, ennek a vitatkozó, beszélgető, egyeztető
kormányzásnak, ahol mindenféle egyéb véleményeknek is tere van, és ezek a vélemények, ezek hetekig rágcsálva vannak, és mindenféle fórumokon végig görgetnek döntések előtt ügyeket, hogy a fórumok kifejthessék azt, hogy egyébként ők hogyan viszonyulnak ahhoz. Tehát mindaz, amiből az elmúlt 10 évben egyáltalán semmi se volt, mert hiszen más volt a mechanizmusa a döntéshozatalnak, hogy eufémisztikusan fejezzem ki. Igen. Kicsit bizonytalan vagyok, mert ez a tényleg, ahogy látszik, hogy még a te fejedben is, meg szerintem sokak fejében is, egy kicsit felépült az a kép, amit a Fidesz kezdett el építeni, hogy ezek 2015 nem kormányoztak, csak veszekedtek. Miközben egyébként a 2015, ha belegondolsz akár az oktatáspolitikában, akár szociálpolitikában, akár az Európa politikánkban, vagy a külpolitikánkban, fejlesztéspolitikában, azért a dolog az ment előre. És egészségügyről is mennyit vitatkoztunk, és mekkora nagy balhék voltak, de koncepciók vitatkoztak egymással, hogy én így gondolom, te úgy gondolod, és lehetett érezni, hogy valamit akarnak csinálni, csak nagyon nagy a vita. És érzem azt, hogy ez az elmúlt években sokszor az ilyen, ó, ezek csak veszekednek, csak vitatkoznak, és hogy az igazi, kemény legény az nem vitatkozik, hanem dönt, mondja az Orbán, mert hogy ő milyen potens. Azt szokták mondani, hogy minden válság egyben egy lehetőség is, és nem tudom, hogy most ez a koronavírus válság rádöbbenti-e a magyarokat arra, hogy többek között azért vagyunk ekkora nagy bajban, mert abban a pillanatban, ahogy valami nem felfelé növekszik, mint hogy az elmúlt 10 évben iszonyatos mázlia volt az Orbánnak a világgazdaság megszakítás nélküli növekedésével az elmúlt 10 évben, 2008-9 óta folyamatosan növekszik a világgazdaság, és ezen belül a magyar gazdaság, és abban a pillanatban, ahogy valami probléma van, abban a pillanatban ez a fajta döntési mechanizmus nem tudja megoldani a problémákat. Egész egyszerűen, mert egy ember mindig butább lesz, mint sok okos ember együtt, még egy nagyon okos ember is. És lehet, hogy egyszer tud egy jó döntést hozni, vagy kétszer, de amikor 1500 döntést kell hozni, akkor bizony azt egy csapatban könnyebb meghozni, mint egyedül. Különösen, hogyha nem hallgatunk senkire. Tehát az a kérdés, hogy most ez a válság megmutatja az embereknek, hogy mekkora igényünk lenne rá, hogy valaki leüljön, kicsit úgy, mint Angela Merkel, és elmondja, hogy emberek, mi se tudjuk még, nem ismerjük ezt a vírust. A tudomány is most kezdi el feldolgozni. Ne legyenek mérgesek a tudósokra, hogy van, amikor egymásnak ellentmond, amit mondanak, mert ez a tudomány lényege, hogy vannak hipotézisek, ezeket megpróbálják bebizonyítani, ők is még ismerkednek a vírussal, de azt látjuk, hogy ezekben az országokban ez sikeres volt, ez nem volt sikeres, ezért ezt csináljuk. Ha ez nem jön be, akkor ezt csináljuk. Ilyen terveink vannak, ilyen dilemmáink vannak. Mennyivel jobb lenne most a hangulat is még egy ilyen dráma közepén, mint amiben most vagyunk, hogyha így működne a világ, és nem nyúnyókamosási tanácsokat kapnánk csak. Azt hiszem, hogy ezzel a szép végszóval elérkeztünk a mai értekezletünknek a végéhez. Én nagyon élveztem, és nagyon remélem azt, hogy a konkrétabb kérdéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy óhajtasz-e a belpolitikában részt venni, lesz módon még feltenni mondjuk egy év múlva, mert akkor már aktuálisabb lesz ez a dolog. És annak alapján, amit hallottam, én már tudom is, hogy minek drukkolnék, de ezt most nem fogom jussi elmondani senkinek. Neked és a kedves nézőknek, akiknek köszönöm azt, hogy részt vettek ebben az emberkísérletben, hogy mi igazából nem vagyunk fizikailag egy térben, de amikor elég érdekes a beszélgetőtárs, már pedig engem nagyon érdekel Dobrev Klára, akkor remélem, hogy az, hogy kiki a saját otthonában mondjuk több levegőben ült, mint a Spinózában, de annak mégis van valami meghitt közelsége, hogy ennek dacára is élvezték, remélem, a beszélgetést, és hogy máskor is mindig meghallgatják majd Dobrev Klárát, különösen akkor, amikor majd egy év múlva megkérdezem tőle, hogy indul-e az előválasztáson, rendben? Köszönöm, várom a kérdést. Oké, akkor erre vissza fogunk térni, és önöknek köszönjük szépen a figyelmet, és Spinóza lesz majd a jövő hónapban is, hogy mi lesz, azt idejében megtudják, és köszönöm az együttműködést mindenkinek, viszontlátásra. Köszönöm.